A Réke Egyesület nevében üdvözlök mindenkit májusi estünkön. Az ország legnagyobb műemléki és történeti területét érintő beruházás a Budai Vár és Várnegyed területén zajlik. Ezek az építkezések alapvetően érinteni fogják és befolyásolják már majd az egész Budai Várnegyed összképét, tömegét és hangulatát. Ez persze természetesen mind a szakembereket, mind az országváros közönségét megosztja. Annak érdekében, hogy minél nagyobb ismeretanyaggal rendelkezzünk a vár történetéről, sok előadás, publikáció született már meg, ugyanígy nagyon hasznos a Facebook, mint közösségi média. Csak ebben az évben Ferkai András egy nagyon jó sorozatot közölt a közösségi médiában a Budai Várnegyed épületeinek történetéről és az épületek változásairól. A 22-es építészcsoport április 30-án egy közösségi sétát vezetett érdeklődőknek, ahol jeles építészek bemutatták a Várnegyed modern beépítéseinek jellegzetességeit, a beépítések mienségének, stílusának a hátterét, amelynek igen nagy sikere volt. A Budapest 100 program keretében a Kortárs Építészeti Központ egy nagyon jó konferenciát szervezett, az országos levéltárban tartották, de közvetítették is magát a konferenciát. Ez a konferencia a Várnegyed történetét teljes egészében felölelte, a címe epizódok a Budai Várnegyed történetéből, és a középkortól kezdve egészen napjainkig átvették az előadások a Budai Vár történetét, a Várnegyed történetét. A mi egyesületünk június 23-án konferenciát fog tartani, amely tulajdonképpen a műemléki védelem kérdését járja körül, a védelem körei címmel, amelyben szintén lesznek olyan előadások, amelyek érintik ezt a kérdést. Azért kértük fel Farbaki Pétert, művészettörténészt, aki építészettörténeti kutatásai során alaposan foglalkozott a vári épületek néhányával és kollégái segítségével, hogy tartsa meg ezt a mai esti beszámolót, hogy ugyanígy a dísztéren folyó nagy beruházásnak az előzményeiről, történeti hátteréről minél többet tudjunk. Átadom a szót Farbaki Péternek. Köszönöm szépen, hogy jó estét mindenkinek, kedves kollégák, elkezdeném az előadást. Itt az előjáróban el szeretném mondani, hogy 1998-ban a Hildibl Alapítvány keretében csináltam ennek az épületnek a tudományos dokumentációját, aminek lett egy második szakasza, amiben én nem voltam benne, szintén az alapítvány részéről, Bor Ferenc, Rostás Péter és Tóth Tímea voltak azok, akik továbbfejlesztették ezt a én korábbi tudományos dokumentációmat, főleg az archív fotók terén, úgyhogy lesz olyan, ami az ő kutatásaik révén kerül be a mai előadásba. Én fölajánlottam nekik, hogy tartsunk együtt, de azt mondták, hogy nyugodtan beszéljek én, és majd legfeljebb hozzászólnak. Akkor kezdjük el. Hát a Várhegynek a déli részét láthatjuk itt, a 13.-14. században
az első ábra. Ugye a délen már megjelenik a anjoukkori királyi palota a mai helyén, illetve a jobb oldalon látjuk, hogy ugye a Zsigmond, Mátyás idején és a Jagelló korban továbbfejlődött a királyi palota, és kialakult az előudvar fölött az a városrész, ahol tulajdonképpen visszahúzódik a előadva a területéről a maga a várnegyednek a lakórésze, és tulajdonképpen a palotának egy előterét képezi. Ott középen láthatjuk a Szent Zsigmond prépotságot, amit ugye tudjuk luxemburgi Zsigmond, tehát első Zsigmond magyar király alapított, és ott van mellette a Ferences kolostor, egyébként lakóházak veszik körül ezt a területet. Két utca is van, ugye ez a Szent György utca, ez a másik Szent János utca, és itt nyugati oldalon pedig van a Fehérvári kapu, ahova ugye a nyugati oldalról, Fehérvár felől lehetett fölmenni a várba. Most ugorjunk egy kicsit a török hódoltság után, ugye tudjuk 1686-ban a keresztény seregek visszafoglalják a budai várat. Mi történik ebben a területtel? Ugye nem rögtön alakul ki ez a később Szent György térnek nevezett térség, hanem fokozatosan, és a baloldali képen, ami a Lánzséféle térkép 1749-ből, ott a mi épületünk helyén egy ilyen ágyúpad töltést láthatunk. Ugye itt a föld hányás van tulajdonképpen bejelölve, mellette van egy tüzérségi kaszárnya, és itt pedig a Bauhof, tehát az királyi palotának az építési udvara látszik. Ez a két jellegzetes épület. Másik oldalon is egyébként a Sándor palota helyén szintén két kaszárnya volt, amit a Sándor palota építése idején, tehát a 19. század első éveiben befoglaltak ebbe az új klasszicista épületbe. A 19. század közepén itt már egy későbbi állapotot láthatunk. Ugye itt van a, hát a királyi palotát ismerjük, Zeughaus tőle északra. Itt megint megjelenik az építési udvar, ez a tüzérségi kaszárnya. Itt halványan be van már jelölve a későbbi udvari istálónak a kontúrja, és itt a mi épületünk viszont már megjelenik. Tehát ugye a 19. század közepén ez a telekiek által épített palota már áll. A nyugati utca, a később Szent György utcának hívott épület, ugye négy középkori ház is van ezen a területen, amit a visszafoglalás után a pincék megmaradtak, felhasználták a középkori falakat, és ezek a szép barokk egyemeletes épületek alakultak itt ki. Tehát ugye a Fehérvári kapu felől, a dísztér felől nézzük ezt a házsort, ami a Szent György térnek a utcának a nyugati térfala, és ott hátul látszik a teleki palota. A két másik térkép, 1763-ban még ott nincs semmi a helyén az épületnek, de 1789-ben, ugye a francia forradalom évében már ott van, ugye rá is van írva erre a területre, teleki house. A királyi várnak ugye a katonai jelentősége lassan-lassan csökkent 1686 után, és ezért volt az, hogy lassan kiszorulnak a funkcióból a laktanyák, ha nem is minden, ugye a Kapisztrán téren az megmaradt, de eladják ugye a Sándor palota helyén lévő két épületet is, és ugyanúgy ennek az ágyúpadnak sem volt már katonai jelentősége. A teleki palotának az építetője Teleki József, akinek az apja Teleki László volt, aki
jelentős építtető volt. Ő volt az, aki a marosvásárhelyi teleki házat, a gernyeszegi, jól ismert barokk teleki kastélyt és a gyömrői teleki kastélyt is építette. Az ő fia volt Teleki József, aki nem csak itthon tanult, hanem Leidenben is, és Bázeli, a Leideni és a Bázeli egyetemeken is, és több nyugat-európai utat is tett, leginkább Franciaország és Hollandiának az építészete fogta meg. 1787-ben, amikor az árverést kiírták erre a telekre, hogy ugye a katonaság eladja ezt a telket, akkor Kornides Dániel, a Pesti Egyetem tanára, egyébként aki az ő titkára volt, hívta fel a figyelmét Teleki Józsefnek arra, hogy érdemes lenne ezt a telket megvásárolni és rajta építkezni, mert ugye nagyon közel van a királyi palotához, elég jó helyen van. Ugye a nyugatra a várfal mellett várfalra néz, de a Duna felé is volt kilátás akkoriban. Úgyhogy Teleki Józsefnek itt sikerült megvenni ezt a telket, és elkezdődött az épületnek a tervezése. Itt láthatjuk az első nem megvalósult tervet, amit Johannes Mihály Mangl óbudai ácsmester készített. Érdekes, hogy ácsmester, de ez van ráírva a tervre, úgyhogy ezt biztosra lehet venni. Egyébként Szagány István közölte először 1966-ban ezt a országos levéltárban őrzött tervet. Nem tudjuk, honnan ismerte Manglot, valaki valószínűleg ajánlott a Telekinek. Na most ez a barokkos 1787-ben már kicsit, ugye a klasszicizáló késő barokk korszakában kicsit idejét múlt, divatja múlt volt már ez a terv, úgyhogy végül is Teleki úgy döntött, hogy nem ezt fogja megvalósítani, hanem Fisesz Antal nevű pozsonyi építésznek a terve nyelte el a tetszését, és felépült ez a ház, ami 1837-es Vázquez térkép egyik melléképén látszik, és már 1788-ban megépült, tehát egy évvel a tervezés után az épület. Amikor ássák az alapjait, akkor ágyugójókat, középkori maradványokat találtak a telken. Hát erre épült föl ez a két emeletes épület, ami ugye Pozsonyban és Sopronban nem lett volna szokatlan, de itt Budán azért többnyire még a 17. és 18. század elején még az egyemeletes barokk épületek voltak a jellemzők. Ezen a Rópók-Öder-féle ábrázoláson a Szentgyörgy térnek a déli felét látjuk. Már felépült a szabadságharcot követően a Henci emlékmű, ugye, amit Ferenc József állítatott a Hencinek, aki ugye védte 1849-ben a budai várat a szabadságharc hadseregével szemben, és itt a Szentgyörgy téren kapott halálos sebet. Hátul a Zeughaust láthatjuk, annak az északi homlokzatát, jobbra az udvari istállónak a hosszú épületét, és itt pedig jobbra láthatjuk a Teleki palotát. Érdekes az a kicsi domb, amin épült ez a ház. Tehát az a korábbi ágyúállásnak a földjét úgy látszik nem teljesen hordták el, úgyhogy egy kicsit így kiemelkedik a Szentgyörgy térnek a terepéből. Az 1870-es években Gévai Béla készítette ezt a korai fotót, ahol ezt a Szentgyörgy utcának látjuk a nyugati részét, illetve tovább, ahogy haladunk a királyi palota felé, és itt láthatjuk a Teleki palotát, mögötte pedig, tehát Teleki palota, és mögötte itt van megint az udvari istálló.
Még két kép, az egyik az 1852-ben felépült Henczi emlékmű, jobbra tőle ez a régi vízmű épülete. A Henczi emlékműről annyit, hogy hát a magyarokat természetesen az önkényuralom idején felháborította ez, és nagyon fájt nekik, hogy ugye Henczinek állítatta Ferenc József ezt az emlékművet, de hát az ő szempontja, az uralkodó szempontjából természetesen érthető. Volt olyan, amikor kivezényeltek magyar katonákat, hogy megkoszorúzzák ezt a Henczi emlékművet, ami nyilvánvalóan, hogy nagyon nem tetszett nekik. 1899-ben volt egy robbantási kísérlet, ami nem sikerült, majd pedig Erzsébet királyné halála után, ugye az volt a magyaroknak a szándéka, hogy egy Erzsébet királyné emlékművet építenek, és hova? Hát direkt pont a Henczi emlékműnek a helyére. Na most ezzel sikerült a Ferenc Józsefet meggyőzni, hogy innen el kell mindenképp távolítani a Henczi emlékművet, de gondolom ő is már érezte, hogy ez azért a kiegyezés után ez elég gáz ez az emlékmű. Úgy egyébként megjegyezném, hogy a Ferenc József Hofburgbeli lakosztályában ott volt a Henczyről készült portré, tehát ő azt továbbra is tisztelte. Tehát végül is elkerült innen a századfordulón, és átvitték a Hüvösvölgyi egyik laktanyába, majd pedig ugye van egy olyan 1918-ból a parlament előtti téren óriási tüntetés, sokasság, és nyilvánosan verik szét az egyik mellékalakját, ez filmen is megvan a Henczi emlékműnek, úgyhogy ez így végezte. Ott van, hogy ki a alkotója, Eduard Sprenger, Paul Franz Bauer és Hans Gasser szobrászok voltak. Na most a század végén, 19. század végén fölépül a Honvédelmi Minisztérium, tehát lebontották a korábbi ott lévő épületeket. Ez aztán három fázisba épült meg, 89 és 90-ben a második, és a harmadik fázis az viszont a dísztér felől volt a főhadparancsnokságnak az épülete. Honvédelmi főparancsnokságnak az épülete. Na most mit tudunk erről a teleki palotáról? Egy picit ismerjük meg. Hát azt láthatjuk a főhomlokzatáról, hogy egy nagyon nyugodt, síkszerű főhomlokzata van, alig van plasztikája, az egész épület kubusszerű. Ezt még tovább hangsúlyozza a teljesen egységes, meredek, kubusszerű tető. A két emeleten belül van egy kicsit hangsúlyozottan talapzatszerű földszint. Az övpárkány felett a két felső emelet az egységesen van kezelve. Van egy háromaxisos, kicsit kiemelkedő, vagy előreugró középaxis, és fönt pedig egy egyenes attika, és középen egy címer zárja le az épületnek a középaxisát. Az egyetlen dísz, ami van rajta, az a kapu fölötti három tengelyen áthúzódó erkély, amit ilyen kettős konzolok támasztanak alá. A lizénák és tükrök keretezik az ablakokat, amik mind egyenes záródásúak. Az első emelet fölött vannak vagy egyenes szemöldökpárkányok, vagy pedig háromszög vagy szegmenséves jellegű timpanonok, ami koronázzák az ablakokat. Tehát ez volt a főhomlokzata az épületnek, és milyen a beosztása. Az az érdekes, hogy az ember ugye foglalkozik vele, akkor kiderül, hogy ez nem egy palota épület volt, hanem kimondottan bérháznak építette Teleki József. A 90-es években egyébként a Szervida téren az úgynevezett Landmünzer házat vette meg és alakította át, de már nem érte meg a 96-ban meghalt,
nem érte meg a befejezését, úgyhogy érdekes módon nem is ebbe lakott, ami fölépült 89-ben, és nem is a Szervita téri épülő palotájába, hanem ott Pesten bérelt egy helyet, és ott halt meg. Annyit még a pályafutásáról, hogy fontos állami tisztségeket is betöltött, Ugocsa megyének volt a főispánja, valamint később pécsi tankerületi felügyelő és a Szent Korona őre, ez 1795-ből. De hát elég hamar meghalt, 58 évesen. A leírások, az engedélyezési okiratok és a későbbi egy Rözler nevű naptár leírja, hogy itt 11 lakás volt az épületen belül, és 72 szoba, inkább 72 helyiség. Érdekes a palotának a alaprajza, ugyanis nézzük a földszinti alaprajzot, tehát itt van a Szent György tér felől a bejárat, a kapu, ugye kívülről úgy néz ki, hogy egy hármas egység alkotja ezt a középaxist. Itt valamilyen kapus helyiség lehetett. Középen van egy boltozatos kapuaj, és itt érdekes módon a jobb oldal, tehát a jobb oldali nyílás mögött, de csak innen a kapuajból megközelíthetően van egy ilyen gyalogos folyosó, ami bele kapcsolódik, bele torkollik ebbe a két karú lépcsőbe. Ez a díszlépcső. Látunk egy másik melléklépcsőházat itt a déli Lovarda utca felől, és a későbbi alaprajzok szerint volt még itt ebben a helyiségben is, tehát az északi szárnyban is egy lépcsőház, egy melléklépcsőház. Ez egy fogatolt alaprajzi rendszer, és hát kellett a három lépcsőhez, mert másképp nem tudták volna a szintenként négy lakást megközelíteni. Tehát akkor így gondolhatjuk el, hogy nem 11, hanem valószínűleg 12 lakás lehetett. Elég sok szobával, tehát ezek elég reprezentatív lakások lehettek, és tudjuk azt is, hogy már az 1800-as évek elején hadsereg főparancsnok is bérelte ezt a helyet. Aztán volt, hogy a Albrecht főhercegnek a hivatala működött itt 1850-től, tehát már a önkényuralom idején. Aztán a kiegyezés után a belügyminisztérium költözött ide. Tehát elég hamar hivatali épület volt, sőt hadsereg főparancsnokok is laktak az épületben. Ez a felső két szintnek az alaprajza, itt ugyanúgy láthatjuk a főlépcsőházat, melléklépcsőház, és érdekes, hogy ez itt nem jelölődik. Ismerünk 1869-ből egy átépítési tervet, ugye ez a kiegyezést után két évvel készült, amikor már a belügyminisztérium működik itt, és kiderült, hogy nem mindenben felel meg egy ilyen hivatali épület számára, és ezért Frey Lajos és Kauzer Lipót átépítette az épületet. Ugye eredetileg is, azt nem mondtam, a földszinten volt egy, az U alakú épületnek egy negyedik földszintes szárnya, de itt Frey Lajos és Kauzer Lipót tovább bővítette az épületet, és a földszinten hozzáépít még egy kis toldalékszárnyat, és nagyon érdekes, egy kétszintes istálló került még az épületnek az észak-nyugati sarkába. Ugye ez a földszint, ez az első emelet alaprajza. A földszinten be lehetett innen menni egy folyosón, itt van egy kis belső lépcső, amit nyilván a istálló miatt használták. Ez a földszint, tehát itt lehetett bemenni az istállóba, itt van egy lépcső, ami viszont leveszett a alaksorban, tehát a pincében lévő külső megközelítésű alsó istálló részbe. Ez elég érdekes. És akkor itt hány? 8, 16, 32 lónak volt itt helye. Ugye azért az már nem kis épület. Tehát akkor így alakítják át 1869
1869-ben, majd 1872-ben, 3 évvel később a Teleki család eladja az épületet. És ettől kezdve viszont hadsereg főparancsnoki épület volt, tehát iroda is, de itt is lakott a főparancsnok, és menjünk tovább, egyre rendezettebb lett ennek az épületnek a környezete is. Most itt láthatunk egy nyugat felől készült, a Várnegyedről készült fotót. Jobbra látjuk az udvari istállónak a nagy épületét, és itt van a Teleki palota, és vele együtt látszik a földszintes nyugati toltalék is. ...1892-ben pedig már az épületben lakott Habsburg főherceg, József Ágost főherceg vette meg az épületet. Itt láthatjuk, hogy el tudjuk helyezni József Ágostot a magyarországi Habsburg ágban. József Antal főherceg az nem más, mint József Nádor. Ugye, akinek 3 felesége volt, Alekszandra Pavlovna, aki szegény meghalt fiatalon szülésbe, a második volt Hermina, attól volt Hermina István és Viktor nevű 3 gyerek, és a harmadik őt is túlélt felesége volt Mária Dorottya, és tőle származik, ugye 1, 2, 3, 4 gyerek volt, és a harmadik gyerekük volt József Károly, aki 1833-ban született, és ez a József főhercegnek az apja volt, feleség volt Klotild szász-kóburgi gótai hercegnő, és ő neki a első fiúgyermeke József Ágost, az a József főherceg, aki ezt a palotát megveszi 1892-ben, ugye 20 éves korában, és jelentősen átépítette a századforduló utáni években. Tehát ez azt jelenti, hogy József Nádornak az unokájáról van most szó, József főherceg néven. És egy kis családi arcképcsarnok, esküvői kép 1893-ból, ugye fiatal a pár, ez egy sokkal későbbi kép József Ágost főhercegről, ugye, aki Alcsúton született, és Németországban halt meg 1962-ben 90 évesen, Augusta főhercegnő pedig, ugye 3 évvel volt fiatalabb, de ő is elég szép kort ért meg. Tehát ők az építetők, akik majd átépítik ezt az épületet. Na most, a Teleki palotának az átépítés előtti utolsó képe, de már fel van állványozva 1901-ből. József Ágost főherceg volt, aki javasolta, hogy épüljön egy honvédelmi főparancsnokság külön, egy külön épületbe, és hát ez az, ami a Szent György térnek az északi oldalán megépült, ugye az 19. század végén, és a másik feltétele, hogy ők egy ideig ki tudjon költözni ebből az épületből, és elindulhasson az építkezés, az pedig az volt, hogy a királyi palota Krisztinavárosi szárnyában megépült egy több uralkodói lakosztály, és az egyiket ő használta. Ezt a Szalon újság 1902-ben egyébként részletesen ismertette, tehát ameddig épült a Teleki palota, átépült József főhercegi palotává, addig ő és családja a királyi palotának a nyugati szárnyában rezideált. Az építkezés 1902-ben indult el, és hát elég monumentális lett. Az építészei Korb Flóris és Girgl Kálmán, ugye akik a Hausmann műteremben kezdtek, ekkor már a századforduló idején ketten létrehoztak egy önálló építési irodát, és például az néhány évvel később a Zeneakadémiát is ők tervezik meg. 1901-ben egyébként a két Klotild palota szintén az ő
művük volt. Hát itt látjuk ennek az új épületnek az összképét. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem igazán egy sikerült épület, és ha majd végignézzük az egyes homlokzatokat, akkor azt látjuk, hogy mintha az egyik homlokzatot az egyik tervezte volna, a másikat egy másik építész, és valahogy nagyon diszharmonikus lett az egész épület. Gerő László az meg is írta, hogy ez borzalmas, ez a késői historizáló épület. Na most nem mondom, hogy teljesen taszító maga az épület, mert volt szép részlete is, majd erről fogok beszélni. Az engedélyezési terv 1902-ben született, amelyik mutatja, hogy a Teleki palotának ezt a majdnem négyszegű, tehát tulajdonképpen trapéz alaprajzú területét kiegészítették a várfal felé, tehát nyugati irányban, megszüntették ezt a térfelőli főbejáratot, itt létrehoztak egy kaput, egyébként lebontották sajnos a négy középkori maradványokat felhasználó barokk épületet, aminől előbb mutattam azt a szép fényképet. Itt létrejött egy belső kert, az új főbejárat az itt a kertből nyílt az északi homlokzaton, egy ilyen előreugró résszel, és azon kívül pedig építettek egy ilyen garázs, istálló-szerű melléképületet itt az északi oldalon, ugye a fehérvári kapu felé, és itt létrejött egy eléggé erőtszerűen kiképzett nyugat felé lévő várfal, ami láthatjuk, hogy itt még egy kapu volt, tehát két kapu volt tulajdonképpen a várfal két oldalán. Korb és Girg aláírása került erre az alaprajzra, engedélyezési tervre, és Puher József volt a kivitelezője ennek az épületnek. Itt egy későbbi 1912-es helyszínrajz, ahol azért elmondom, hogy miket látunk. Ugye itt van a Honvédelmi Minisztérium, Főparancsnokság, Sándor Palota miniszterelnökség, Szentgyörgy térnek ekkor már kialakult elalaprajzú területe, ugye ide érkezik föl a Sikló, itt még 1912-ben már itt volt ugye a királyi palotának az északi új Haussmann féle megnövelt része, és akkor itt láthatjuk a főhercegi palotát. A Lovarda utca választja el a udvari istállótól a főhercegi palotát, ami ugye a nyugati traktus a kiszélesedett. Itt van egy belső udvar, és épült egy ilyen észak-nyugati szárny, majd ezt fogom mutatni a képeken. Egyik kapu, másik kapu a kertbe, és itt pedig ez az északi garázs istálló épület. Újra egy kép, amin láthatjuk a... Tehát idáig tartott a Teleki palota, ez a négy axis, a nyugati rész, aminek eléggé eltérő a homlokzati kiképzése, így kapcsolódik hozzá a déli oldalon. Ez is kicsit furcsa, ez a nyitott lodzsa, és a szép nyugodt attikáját felcserélték ebből a kicsit drabális pártázattal, középen ugye a főhercegi címer, és két elég magasan kiemelkedő, nem nagyon finom torony került ide. Itt láthatjuk egyébként a Haussmann kúriának is a hatását. Ugye mondtam, hogy ők a Haussmann irodába dolgoztak, tehát egyáltalán nem véletlen, hogy Haussmann hatások is észrevehetők ezen az épületen. Egy erkély helyett most már három erkély van a Szentgyörgy tér felé. Itt láthatjuk ezt a nagy kaput, mellette is egy nagy őrtoronyszerű építmény, és két kis silbakoknak ilyen kis őr, kerek kis őr pavilonocska került a kapunak a két oldalára. Ez 1906-os képeslap.
Készült egy garázsterv is a Palota út felől 1909-ben, nem túl érdekes, illetve ugyanennek a garázsnak, a többszintes épületének a engedélyezési terve. Hogy nézett ki az épület észak felől? Tehát, hogyha a sétány felől nézzük, ugye itt van ez az érdekes garázs épület, ennek is ilyen pártázatos teteje volt, és kevéssé látszik a későbbi fotókon is ez az északi homlokzat, ami tulajdonképpen az új főhomlokzat volt. Na most itt van egy ilyen barokkos, manzártetővel lezárt, háromaxisos, egyébként kicsit így ívesen előreugró középrizalit, itt látjuk a nyugati szárnyat, és teljesen más a Szent György tér felé eső keleti megoldás ebben a magas toronnyal. Tehát így néz az épület ki. Innen is azért egy kicsit heterogén és diszharmonikus, azt kell, hogy mondjam. Ez megint egy képes lapkép, és a Krisztina város felől 1930-as években így nézett ki az épület, tehát ez a meghosszabbítás, ez még a Teleki palotának a szélessége, bár ugye egy új nyugati szárnyal, és itt pedig láthatjuk az új táncteremnek a nyugati szárnyban, ez volt a legnagyobb belső tere az épületnek, az óriási ablakait. De most mindjárt majd bemegyünk az épületbe, és egy kicsit körülnézünk. IV. Károly 1916-os évvégi koronázásakor, ugye itt a Szent György téren építették föl ezt az esküdomot, ami Ferenc Józsefnek még nem volt a Széchenyi téren, vagy kirakodó vásártérén. És ugye itt lovaggol éppen IV. Károly, látjuk a Honvédelmi Minisztériumot, és itt van már ugye a átépített József főhercegi palota. IV. Károly meglátogatta a főherceget is, ugye óriási kísérlettel, még egy adjutáns kíséri, úgyhogy tulajdonképpen így közlekedett ő a királyi palota és főhercegi palota között, és itt pedig jobbra láthatjuk 1920 körül a főhercegi párt bent, tehát József Ágost főherceg, Auguszta főhercegnő. József Ágost egyébként a nemzeti hadseregnek a egyenruhájában van, ugyanis ő egy kicsit államfő is volt elég rövid ideig, ugye az őszi rózsás forradalom után, majd pedig az Antantnak ugye nem tetszett, hogy egy Habsburg főherceg legyen az államfő, úgyhogy így lett aztán, őt váltotta fel Horthy, mint kormányzó. Nem volt teljesen harmonikus a viszonyuk egyébként. Na most, hogyha bemegyünk az épületbe, a kertből, az előcsarnokba, ott ugye pont saját magukat örökítették meg, Ligeti Miklósnak a márvány büsztjei fogadták a látogatót már ott a épület előcsarnokában, és itt van az a tér, ami viszont szerintem a legszínvonalasabb és legharmonikusabb volt az egész épületben, tehát ennek a pusztulását én mondjuk sajnálom. Ez a korábbi Teleki palotának az udvarát üvegtetővel lefette, és így kialakult egy úgynevezett vesztibül, vagy főlépcsőházi tér. És ebben elhelyeztek az építészek egy ilyen kettős, nagyon szépen formált lépcsőt, ami az emeleti lodzsás megnyitott körbefutó folyosóra vezetett föl. Alul két atlasz szobor tartotta ezt a középső nyílást, és felül volt a főhercegi címer. Na most ez engem egyébként a Haussmann-féle Habsburg lépcsőnek a megoldására emlékeztet. Az ugye egy külső lépcső volt, viszont ugye ez a középső motivum, atlasz szobrokkal, a kúttal, tehát ez azért valamennyire úgy érzem, hogy visszaköszön a főhercegi palota vesztibüljének, a díszlépcsőzetének a megoldásában. Tehát ez mindenképp egy harmonikus, szép belső tere volt az épületnek, valószínűleg a legjobb belső tere. Most ezek az érdekes, fonatos, emeleti
mellvédek, ezek egyrészt rokonok a Hausmann Krisztina városi szárny főlépcsőházának a korlátjaival, illetve a Korbis Girglenek a Klotild palotáin is, ha bemegyünk, hasonló, tehát ugyanaz a motivum jelenik meg hasonló lépcső korláttal, mint itt a vesztibülben. Az engedélyezési terv eredeti Pausz tervei nem maradtak fönn, csak egy fénymásolat maradt fönn az egyes lapokról, amit Szagány István 1953-ban, amikor folyt az épületnek a falkutatása, arra voltak kíváncsiak, hogy mi maradt meg a Teleki palotából, a romos épületben, ugye a II. Világháborúban rommá lett épületben, illetve mi az, ami már a Korbe Girgl féle átépítésnek a következménye, és hát ugye az derült ki, hogy a nyugati szárnyban, bocsánat, a keleti szárnyban, amely a térre néz, és a déli Rovarda utca felőli szárnyban, ezeket integrálták a Korbe és Girgl a Teleki palotából, ezt a két szárnyat. Megmaradt ez a korábbi nyugati szárny, mert ott fölépítettek még a 69-ben fölmagasították szintén kétemeletessé ezt az átkötő szárnyat, és ehhez a Korbis Girgl hozzátett egy várfal felőli nyugati kiegészítést, és ebből a kis farkincával meghosszabbította az épületet. És itt láthatjuk ezt a kapuzatot is. Az emeleti alaprajzban pedig láthatjuk ezt a nagy tánctermet, ami az új nyugati szárnyban jött létre. Ugye itt vannak a folyosók, és azt hiszem jobb, ha visszamegyek, mert elfelejtettem mutatni azt, hogy itt szépen látszik a... Tehát ugye itt van ez a kocsi aláhajtós, kiugró, íves főhomlokzati elem. Innen be lehetett menni az előcsarnokba, néhány lépcsőfokkal pedig ebbe a vesztibül térbe. Tehát itt láthatjuk ennek az alaprajzát, ennek a díszlépcsőzetnek, amelyik ugye fölvezetett az emeletre, és itt volt egy elalakú folyosó, illetve hát itt is folytatódott az egész épület, már ugye egész nyugati szárnyban egészen széles mértékben. Az emeleten látszik akkor a táncterem, és mindjárt elmondom a épületnek a belső beosztását. Előbb nézzünk meg egy keresztmetszetet, ami mutatja, tehát ugye észak felől nézünk be ebbe a vesztibülbe, látjuk a üvegtetejét, felülvilágítóját a vesztibülnek, a két kart, ezt, ami a díszlépcsőzetet alkotta, illetve látjuk azt, hogy az első és második emelet magasságában két szint belmagasságú volt a úgynevezett táncterem a nyugati homlokzaton. A díszlépcsőházbanak a korlátjánál áll József Ágost főherceg, illetve itt láthatunk egy kis részletet, elég rossz fotó, Pesti Naplóban jelent meg 1933-ban, hogy nézett ki az emeleti folyosó, és hogy mekkora festmények voltak itt elhelyezve. Tehát elég gazdag volt a képzőművészeti dísze. Na most, az elkészülés után a északi földszinti részben volt a főhercegi lakosztály, és Augusta főhercegnőnek a lakosztálya viszont a második emeleten volt, mert ott volt a gyerekeknek kialakítva a gyerekszobák. Ez aztán a századforduló után 10 évvel megváltozott, és amikor 1911-ben Resovszky Béla leírja részletesen az épületet, ez az Érdekes újságban jelent meg, addigra már átalakult a palotának a belső elrendezése, és itt lehet látni, hogy földszint, előcsornak, ugye előbb mutattam a főhercegi pár mellszobraival, díszlépcső, a bejárattól jobbra volt a házi kápolna, Rót Miksa üvegablakaival, torna és vívóterem, ezüst és porcelánraktár, fehér nemű depó, arról megjegyzi a cikknek a szerzője, hogy azt egyébként
nem itt mosták, hanem Kistapolcsányba, mert Kistapolcsányba volt egy olyan mosoda, amelyik még a fejlettebb volt a kor szintjén, és ugye a család nyáron mindig Kistapolcsányba volt, tehát az év többi részében itt laktak, de nyáron elmentek Kistapolcsányba, ugye tudjuk, ez ma már Szlovákiában van. A kert felől voltak az udvarhölgyek és a kamarások lakosztályai, a Lovarda utcai szárnyban volt az udvari titkárság, és volt több egységből álló konyha, Zsolnai csempe borította a falát, étellift vitt föl az emeleti ebédlőbe, és volt egy külön cukrászati konyha. Ha felmentünk az első emeletre, a díszlépcsőtől jobbra volt egy nagy folyosó, ugye a nyugati szárnyban volt a nagy táncterem, két szint belmagasságú, emeleti karzattal, 30x12 méter volt, négy kristálycsillárral, aztán tovább, ha az épület sarkán megyünk a nyugati szárnyba délfelé, kis büféterem, két ablaka volt nyugatra, négy délre, mosogatószoba, tálaló, utána következett a nagy ebédlő, ez már nyilván a déli szárnyban, szintén rótmiksa üvegablakokkal, zsolnai kályhával, volt egy ebédlő, kis ebédlő, szintén rótmiksa üvegablakokkal, majd pedig a nagy szalon, ez már szerintem átmehetett a keleti szárnyba. Itt volt József Nádor és Ferenc József Altwin porcelán mellszobrai. A főherceg szüleinek, József Ferenc főhercegnek és Klotér főhercegnőnek a márványbüsztjei, ami Strób Alajos alkotott, és egy Bösendorfer zongora. Ugyanitt volt az audiencia szoba Napóleontól származó sárgazéz vázával, kandalóval. A keleti oldalon, tehát ahol az erkélyek voltak, volt a térenéző főhercegi lakosztály, és mellette a főhercegnői lakosztály, ugye mindegyik több egységből állt. A nyugati szárnyban kapott még helyet Zsófia főhercegnő lakosztálya, ő volt a legidősebb gyermek. És itt volt a komornának és a nevelőnőnek is a szobája, a második emeleten pedig a többi gyereknek a szobái kaptak helyet. A térre néző szárny ugye a fiúgyermek, a József Ferencnek a lakosztálya volt a második emeleten, a déli szárnyban pedig Magnolna főhercegnő és László főherceg lakosztálya. A nyugati szárnyban vendéglakosztályok és szobák voltak, például Beethovennek is itt volt az zongorája. Most mindenképp kell egy kicsit innom, mert kiszárad a torkom. De addig nézzük meg ennek a táncteremnek a belső képét. Az Érdekes újságban jelent meg Lorenz Antalnak a felvétel 1914-ben. Láthatjuk a kristálycsillárokat is, meg a gazdag stukkó díszt. A palota nyugati homlokzatán, 37-es fotón látszik, ugye lentről nézzük a Krisztina város felől, látszik ez a két francia kastélyokat vagy várakat idéző két homlokzati egység, és középen ez a táncteremnek a nyugat felé néző nagy ablakos homlokzata. Néhány belső kép, ugye a korabeli sajtó természetesen érdeklődött többször is a főhercegi palota belső elrendezése és kiképzése iránt. Ez 1930 körüli vacsora az ebédlőben, itt van a zsolnai kályha, itt látható a főhercegi pár, és ez szerintem Serédi Justiniánnak a kicsit takart feje látszik. Itt Augusta főhercegnő a jobboldali képen a szalonjában elég szomorúan üldögél a kicsi már terebélyes voltában, és az ebédlő megjelent az Érdekes újságban 1914-ben, illetve a főhercegnő dolgozó szobája 1943-ból. Hát láthatjuk a historizáló
továbbélő szecessziós bútorokkal is tarkított nagyon zsúfolt berendezést. Én azt gondolom, hogy ez iszonyúan tele van. Aztán még egyszer a főhercegnő dolgozószobájának a sarka, ugye látjuk a szép kárpitokat, ami a falakat borította, illetve a szalonjának a ülő garnitúrája látszik a jobb oldali képen. Megyünk tovább a korban, 1941. Szent Jobb körmenet, a Honvédelmi Minisztériumnak látszik a nyugati oldala, ez is egy eléggé drabális épület lett aztán, és a mi garázsépületünk látszik csak, az északi része a palota komplexumnak. Ez egy 1940-es régi kép, ugye a háború közeledik, és akkor nézzük meg, hogy mi hol van. Tehát itt van a Sándor palota, itt a Királyi palota, és itt van a mi épületünk, tehát látszik a egykori teleki palota átalakítva, itt van a kert, ugye a korábbi középkori barokk lakóházak helyén, és ez pedig a Fehérváru kapu felé eső nagy garázs és istálló épület. Ugye itt látszik a Karmelita tömb, ez pedig a Honvédelmi Minisztérium, illetve főparancsnokságnak az épülete, ez pedig a tábori püspökség. És ugye ez már az északi dísztér felé folytatódik. Még egy kép a Palota útról, ugye ami a 90-es években épült ki, innen láthatjuk ennek a nagy épületünknek a nyugati homlokzatát. Na most, József Ágost főherceg nem játszott túl pozitív szerepet a II. Világháború alatt, ugyanis a Horthy, tehát a német megszállás, sőt az októberi Horthy elrablás, proklamáció és a nyilas hatalom átvétel után ő elfogadta a nyilasok hatalmát. Tehát ez a Horthyval szemben sem, meg egyáltalán hát ez egy elfogadhatatlan magatartás volt. Ekkor már ugye kisebb károsodások történtek a palota és a főhercegi palota épületében is. Én gondolom, hogy a nyilasokkal együtt menekülhetett el Budáról nyugatra, és ugye 62-ig aztán Németország területén éltek, feleségével együtt. Na most a II. Világháborúban ugye az egész Várnegyed nagyon súlyos károsodásokat szenvedett. Azt kell, hogy mondjam, hogy maga a palota nem egyenletesen sérült. Például a Szent György térre néző keleti homlokzat elég éppen maradt meg. Az látszik, hogy valószínűleg a berendezése az eléggé tönkrement, vagy már ellopták, amit lehetett. Ugye ablakok itt már nincsenek, tehát az ablak szerkezetek már megszűntek létezni. Szintén 1945-ös két kép, Karl Lutz svájci követnek a fotói, ő nagyon nagy szerepet játszott a nyilas uralom ott a zsidó mentésben, mint svájci követ. Egyébként az UMF későbbi székháza Táncsis Mihály utca 1-ben székelt, és 45-ben ő itt volt végig, és utána, tehát már a ostrom után is nagyon sok, nagyon szép fotót készített. Ebből a Bétjenben is volt egy kiállítás egyébként. Na most itt mi látszik? A minisztérium épülete, ugye a tetőzet teljesen megszűnt létezni, de itt azt látjuk, hogy azért a főhercegi palota nem, legalábbis a keleti oldala nem annyira sérült. Azt láthatjuk ezen az északról készült másik fotón, hogy ez a garázsépület, ez elég épp, de itt viszont beszakadtak födémek. Tehát a nyugati szárnyba és a középrizalit az északi palota részben ott megsérültek födémek és leszakadtak. A díszlépcsőház 1945-ös fotói, azt látjuk, hogy szintén ez is sérült, de tulajdonképpen helyreállítható állapotban lett volna.
A táncterem szintén romos, hát volt, ahol beszakadtak a boltozatok, és ugyanígy tehát főleg a nyugati Krisztina város felőli nyilván lövések, harci cselekmények nagyon nagy kárt tettek a nyugati és az északi szárnyban. Na most ugye többféle hang volt, hogy mit kéne az épülettel csinálni. A historizmus ellenesség ugye az építészek között, ami nem csak az építészek között, hanem ugye kezdjük már akár Fülep Lajossal a művészettörténészek részéről is. Tehát ugye egy nagyon erős historizmus ellenesség volt, ami 45 után tulajdonképpen kulminált, és hát elvezetett nagyon sok historizáló épületnek a végleges eltüntetésére. Gerő László erről is megírta, erről az épületről, hogy ez borzalmas, és nyilván ez azért latba esett. Ugyanakkor elkezdték kutatni az épületet. Horler Ferenc, Csemegi József, Szagány István és Weidinger István volt, akik az épületet kutatták, és megpróbálták megtalálni a középkori, de még inkább a Teleki palotának a falait az épületben. Szagány, aki ugye sokat harcolt a királypalota barokk periódusáért is, például a trónteremért, stb. Itt is küzdött azért, tehát ő azt szerette volna, hogy a Teleki palotát, tehát hántsák ki tulajdonképpen a Korgirl-féle historizáló palotából, megpróbálta megkeresni a Teleki palotának a megmaradt falait, de ezen felül a homlokzatokon is, homlokzati falkutatást is végzett, és tényleg előjött sok minden részlet a Teleki palota levése tagozataiból. Tehát tulajdonképpen ez 1953-ban történt, ez a jobboldali kép is, a piros, az a Teleki palota falazatait mutatja, a fekete pedig a korpfólésféle historizáló periódust. Tehát azért küzdött Szagány, hogy a Teleki palotát állítsák valahogy helyre, rekonstruálják. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez volt, amivel leginkább én egyet tudok érteni. De az történt, hogy fokozatosan egyre több mindent bontottak le az épületből, kezdték az észak-nyugati toldalékkal, tehát itt már például azt nem látjuk, és utána elkezdték tervszerűen bontani, de csak a 80-as években sikerült ezt végleg, és az előadásomat két dologgal szeretném befejezni. A bontásnak volt egy olyan pozitív hozadéka is, hogy föl lehetett tárni a középkori falakat, középkori pincéket, és ugye itt került elő 1999-ben az úgynevezett Anzsu Kárpit, Nyékhelyi Dorottya, a Budapesti Történeti Múzeum középkori főosztályának a régésze találta meg ezt a kiemelkedő magyar középkori emléket, amit ugye restaurálva ma a Vármúzeumnak a földszinti kiállítóterében, klimatizált kiállítóterében lehet látni, és egy felmérhetetlen becsű műtárgy. És a másik dolog pedig, hogy van egy olyan bútor, ami azért megmaradt a világháborús pusztulások után is, ami a mi Kiscelli Múzeumunknak a bútorgyűjteményét gazdagítja. Ugye ez valószínűleg egy francia típusú historizáló bútor lehet. Úgyhogy eddig tartott az előadás, köszönöm szépen a figyelmet. Ha van kérdés, akkor szívesen válaszolok. Így van. Köszönöm szépen. Mielőtt a kérdésekre sor kerülne, nagyon-nagyon köszönöm azt a rajzot, ami a Szagány István felmérés, ahol egyszerre lehet látni a Teleki palota és a József főhercegi palotának az alaprajzát, mert fényképeket ismerünk, és főleg a nyugati várfal felőli kép az, ami ijesztő a mai
ember számára, ahogy befolyásolja. Nekem a keleti az még ijesztő. A mindegyik, tulajdonképpen az az igazság, hogy gonosz módon nekem a Nemzeti Színház jutott eszembe, mert annak az épületnek minden oldala diszonáns, és mindegyik nagyon más. Körülbelül ez a palota erre hajaz előttként talán. Igen, szóval nem volt egy sikerült, pedig ez egy jó építészpáros volt. Ugye a Zeneakadémiáról ez nem lehet azt mondani, hogy ez egy rossz épület. Így van. Ez egy kicsit, valószínűleg a kötöttségek miatt, vagy netán beleszólt nagyon az építető, nem tudjuk már, de nem volt egy harmonikus épület, az biztos. Így van. Tehát az az igazság, hogy a historizmus most már elfoglalta a helyét az építészettörténetben. Tehát már nem egy lenézett építészeti stílus. Csak ott is vannak kvalitás különbsége. Igen, na most tehát azt kell látni, hogy melyik egy jobb épület, és melyik egy rossz. Így van. Tehát akkor megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása, vagy pedig kérdése az előadóhoz. Igen, tessék. A mikrofont oda kéne vinni. Csóval? Hallatszik? Róth János építész vagyok, és nagyon köszönöm az előadást. Egy alapvető kérdésem lenne, hogy a tudós előadás alapján mifajta értelmét látja a kollega ennek a palota kvázi újjáépítésének, most folyó újjáépítésének. Van-e ennek valami, kimerem mondani, nem politikai indoka, művészettörténeti, városképi, vagy valami hasonló, mert az én véleményem szerint nincs. És ezért fájdalmas ez az állapot, fájdalmas az a városképi, szerintem nagy probléma, amit fölvet a Krisztina téri szájnak ebben a formában való megvalósítása, de ugyanígy problémás a amúgy is elég építészeti, urbanisztikai kérdést fölvető Szentgyörgy tér nyugati térfalának ilyettén való kvázi megoldása. Lehet-e erre a politikai válaszon kívül, amit nyilván mi itt nem tudunk megfogalmazni, lehet erre elég, vagy más választ is adni? Kérdezem. Igen. Hát ugye abból indulhatunk ki, hogy a Szentgyörgy tér az egy tulajdonképpen zárt tér volt mindig, és hát a legnagyobb hiba szerintem az volt, hogy tehát a legjobb az lett volna, hogyha tényleg a cagányféle elképzelések szerint helyreállítják ezt a teleki palotát. Most amikor már egy épületet ugye lebontanak, utána az újjáépítés az mindig nagyon kritikus dolog. Na most pláne ugye itt kétféle változatból lehetett volna választani, hát szerintem nem a jobbik változatot választották, tehát ez is beleillik a Várnegyednek azokba az épületeibe, ami a 19. század végén túl nagyra sikerültek. Tehát akár én az országos levéltárt is ide venném, de a honvédelmi tömböt is ide venném, és tudunk olyan lakóházakról, ez a múltkori Várnegyed konferencián nagyon szépen ezek előjöttek. Tehát a minisztériumoknak, néhány minisztériumnak az ide költözésével egy túl a Várnegyed addigi képéhez egy diszharmonikus méretű középület tömeg jelent meg itt a várban. A királyi palotát azt nem veszem ide, de a többieket mindenképpen. És hát ugye mit lehetett volna tenni? Voltak itt pályázatok, 62-ben például az volt az első, és utána is tudunk többről. Tehát valószínű, hogy ezt valahogy le kellett volna zárni ezt a teret a nyugati oldalról is. Most, hogy az egy modern épülettel, esetleg a teleki palota tömbjét
csak több kubusszerűen visszaadó épülettel, talán valószínűleg az lett volna a legszerencsésebb megoldás. Ez a józsefvárosi palota, ez óriási nagy. Tehát én szerintem ez nagyon el fogja ott nyomni a dolgokat, ugyanúgy, ahogy a honvédelmi minisztérium és főparancsnokság épület is. Tehát, hogyha megnézzük a másik oldalt, ugye a karmelita, egykori karmelita kolostor, vagy a Sándor palotának a nyugodt és kisebb tömegével, egy ahhoz harmonizáló, ahhoz illő vagy kortárs épületet, vagy valamennyire a teleki palotának a tömbjét visszahozó épületet kellett volna itt szerintem elhelyezni. A dísztéren is, amikor az ember ott, hát én most voltam egy hete, ugye, tehát ahogy látjuk a egykori külügyminisztérium épületét fölmagasodni, meg a honvédelmi főparancsnokság, tehát mindegyik nagyon nagy. És ugye túl vagyunk azon igazából, tehát 45 után leköltöztek a minisztériumok Pestre. Tehát volt egy ilyen történelmi folyamat, és ezek a nagy hivatali épületek, ugyanúgy a pénzügyminisztérium is, nem a Várnegyednek amúgy is szerkezetileg egyre rosszabb, a közlekedést már, tehát az autóközlekedést egyre rosszabbul viselő szerkezetére ezeket a nagy épületeket szerintem nem szabadna visszaépíteni. Köszönöm szépen. Nagyon sok olyan építészt ismerek, aki teljesen hasonlóan gondolkodik, ahogy te, mint tudós szakértő. Csak azt szeretném még említeni most, hogy mondtad a volt Vöröskereszt épület, külügyminisztérium, ugyancsak iszonyú bántó módon helyreállított, visszaépített tömegét. Látszik már az a károsodás, ami a Roosevelt térről, én onnan láttam legutoljára, vagy az akadémia valamelyik ablakából. Tehát látszik már az a vári sziluettben történt károsodás, ami ahhoz az állapothoz képest, amik csak a karmelita kolostor állt, most már jellemzi ezt a nagyon fontos a pesti oldalról való főnézetet. Betömörült a polgárváros és a palota negyed, vagy a palota negyed közötti. Én úgy tudom, hogy szándékosan a újjáépítés, a 45-öt követő újjáépítés városrendezési tervei alapján elhatározott zöld cezura, amin a legelső bántódás akkor történt, amikor visszaépült a vár keleti lejtőjén a volt Lónyai palota. Ez most beteljesedett, a karmelita kolostor új mellékszárnya, ami sokkal magasabb és otrombább, mint a tábori püspökség székháza, plusz ez a sarkain kőruti kupolácskákkal ellátott külügyminisztérium épület, egy ilyen homogén, izgalom nélküli, túlzottan magas térfallá varázsolja ezt a keleti látképet. Most már biztos vagyok benne, hogy ez fog bekövetkezni itt a Tabán felüli látványban is. Olyan városépítési sziluett, a vár sziluettjének, a vár alacsony barokk és klasszicista sziluettjének egy más múltra, tehát a múlt század elejének a fellengzős múltjára való hivatkozással, hogy durvább szót ne használjak, való hivatkozással nagyon kárára változik. Úgyhogy köszönöm, hogy erről is valahogy egyet tudunk érteni, ahogy te elmondtad. Szerintem gyere ide.
Vince László építész vagyok. Nagyon érdekes volt az a mondat, egyetlen mondat, amit a Teleki Palota átépítése során mondott, vagy említett, hogy ez már a korábban, vagy az átalakítás utáni néhány év után kritikákat váltott ki a szakmából. Tehát az, gondolom, hogy az építész, vagy a művészettörténet körökből. Ez valóban így van-e? Vagy csak én hallottam? Mert egyéb iránt furcsának ítélem meg az, hogy egy ilyen nagyszabású beruházás, mint a József Erzsébet palotának a kialakítása, elismert építészek által jegyezve bármiféle opponáló véleményt hagyott volna maga után a szakmában. Holott évek múlva, vagy a feldolgozva tulajdonképpen az eseményeket, érezhető az, hogy az átalakítás az nem volt tökéletes. Tehát már tulajdonképpen a korábban jelezhető volt az, hogy nem egy egységes, homogén, következetes szakmai álláspont, hanem mondjuk egy uralkodói program áll a változások mögött. A kérdés az, hogy tudunk-e arról, hogy bármiféle kritikája megjelent ennek az átépítésnek? Tehát, hogy 45 előtt volt-e kritikája? Igen, tehát, hogy Én nem tudok ilyenről konkrétan, mert szerintem ott is az volt a helyzet, hogy mégiscsak a főhercegnek volt az épülete, és ezt nem jelent meg a korabeli sajtóba kritika. Tehát amik ezek a riportok, amit mondtam, hogy érdekes újság, meg későbbi hírlapok, az mindegyik így csodálja, hogy milyen csodálatos a belső kialakítás, milyen gazdag a képzőművészeti dísz, milyen fontos társadalmi funkciót lát el a főherceg, meg Augusta főhercegnő, de kritikáról nincs szó. Tehát konkrét kritikát én nem olvastam az épülettel kapcsolatban 45 előttről. 45 után aztán kibukkan ez az egész historizmus ellenesség itt a palota kapcsán is. Tehát tulajdonképpen érvelni avval nem is lehetne, ugye, hogy már a korábban kiváltott egyfajta ellenérzést ez a fajta historizmus? Hát a historizmus általában váltott ki szerintem már a 20-as évektől ellenérzést, az biztos a korabeli esztéták, művészettörténészek részéről. Hát ugye Fülep Lajos nevét elég említeni mindössze. Azért azt gondolom, hogy az ellenérzést azért az tükrözi, hogy a beépítési szabályozás, ha jól emlékszem, 1926 után megtiltotta az ilyen nagy léptékű beépítéseket a várban. Tehát ha ennél nagyobb tiltakozásra van szükség, akkor ez tükrözi. Igen. Tehát belátta mind a jogszabályalkotó, mind a szakmai felügyelet, hogy ez a lépték tovább már nem vihető a Várnegyed területén, mert abban például megszűnik a Várnegyed és egy körúti belső józsefvárosi negyeddé válik. Igen. Köszönöm szépen. Igen. Gyere ide, Attila, léces. Szerintem elég erős a hangom, de... Nem, mert a felvételen nem lehet hallani. Molnos Attila vagyok, én is köszönöm az előadást, nagyon szemléletes volt a termek sorának a leírása. És igazából csak egy kérdés, nem szeretném húzni az időt nagyon, hogy a polgárházak, amik a Teleki Palotától északra a Szentgyörgy teret határolták, azoknak a sorát hogy sikerült annak idején, erről lehet, hogy elkerült a figyelmemet, de hogy apránként vásárolták föl, mert ahogy így ránéztem a térképre, nem, ekkora szerintem területet magántulajdonba talán nem is került senkinek a kezébe. Már szerintem ott József főherceg megvette ezeket a házakat. Na, tehát, hogy 1900, azt hiszem, egybe talán, és akkor lebontották azért, hogy ki tudják alakítani ezt a kertet, és körbe ezeket a melléképületeket. És akkor még lehet, hogy te nem tudsz erre válaszolni, de hogy a mai tervezésbe valamelyest művészettörténeti értelemben, vagy ilyen épületkutatási oldalról bele lehet látni, hogy mi zajlik, mert ugye az, amit említettél, hogy nagyon sok korabeli
emlék előkerült, amikor elbontották a Kolbfélházat a háború után, hogy azoknak a középkori maradványoknak a megőrzése, vagy a megszemlélhetése, az mennyire garantált? Mostani hát itt ugye a Szent György téren a BTM folytatott nagy ásatásokat már végül is 60-70-es évektől kezdve, és azok megvannak, el vannak mentve, tehát azok meg vannak mentve. Igen, azok tehát dokumentálva vannak. Persze, dokumentálva vannak. De az, ami zajlik ott, hogy vasbeton épületeket húznak föl, az valaki kontrollálja a régészeti... Persze, a hatóság is kontrollálja, sőt a, igen, a BTM-nek a régészei ugyanúgy oda mennek, hogyha valami ott előkerül, tehát van kontroll. És ebből bármi nyilvánosságra hozható? Erről esetleg tudtok mondani. Hát... Se tervet, semmit nem hoznak nyilvánosságra. Hogy... Értem. A rekonstrukcióval kapcsolatban én nem tudok nyilatkozni, mert arra nincs rálátásom egyébként. Köszönöm. Valaki még? Igen. Hernyák Emese vagyok. Szia, Péter. Szerintes. Én meg csak azt hiszem kérdezni, hogy azt mondja... Szóval Hernyák Emese vagyok, és üdvözöllek. És azt szeretném kérdezni, hogy akkor ezzel kapcsolatosan most az utolsó mondatot, hogy arra nincs rálátásod, akkor most művészettörténetileg ki követi itt ezt a építkezést? Tehát, hogy ki, más kutatók lettek bevonva ebbe, vagy pedig veled valamilyen szintén konzultáció folyik-e, mint BTM-nek a tagja, vagy pedig erről mit lehet tudni, hogy így mondjam? Hát egy olyan 10 napja valamilyen egy kis fallal kapcsolatban kérték, hogy menjek oda ki és nézzem meg, de úgy, hogy ott a régészek is voltak. A Várkapitányságnak és a Budapesti Történeti Múzeumnak a régészei is be vannak vonva, tehát ők ránéznek erre a építkezésre. Én nem hiszem, hogy én különösebben ebben belefolynék, azt nem gondolom. Hát azt tudom, hogy elkészült ugye ez a kiegészített tudományos dokumentáció, hogy aztán a tervező, aki most megtervezte, az mennyiben támaszkodott erre nem tudok semmit mondani, ezt nem tudom. Tulajdonképpen ebből az következik, hogy semmit nem tudunk az épületnek a funkciójáról, mert végül is egy főhercegi palotát nincs értelme újraépíteni. Ennél fogva nem tudjuk, hogy mi lesz benne. Igen, mi lesz a célja. Hogy mi a célja, és mi lesz benne. Tehát azt tudjuk, hogy hogy fog kívülről körülbelül megjelenni ilyen látványtervekbe, a többit meg majd egyszer megtudjuk. Van-e valakinek még hozzászólni valója? Nincs. Köszönöm azért a hozzászólásokat nagyon, és még egyszer szeretném elmondani, hogy június 23-án a Réke Egyesületnek a konferenciája lesz itt a Fugában, aminek a védelem körei a címe, és szintén érintünk olyan kérdéseket, hogy mire jó a védelem, a műemléki védelem, hogyan alakult, és mit lehet vele csinálni. Köszönöm szépen a jelenlétet, és köszönöm az embereket.